Csak nem 400 millió forintot költött idén tanácsadókra a Karácsony vezette baloldali fővárosi önkormányzat. Ezt az Origó írta meg, miután kikérte az erre vonatkozó adatokat a fővárostól. Az iratokból az is kiderült, hogy egy év alatt több mint 30 kal nőtt a tanácsadók száma a fővárosi önkormányzatnál, miközben több száz embert bocsátottak el a budapesti közműcégektől. Több százmillió forintot költött csak idén tanácsadókra a Karácsony Gergely vezette városháza, tudta meg az origó. A hírportál arról ír, hogy csak nem 400 millió forintot költött el tanácsadókra Karácsony Gergely főpolgármester és négy helyettese 2021-ben. Az Origo által igényelt fővárosi közérdekű adatokból az is kiderült, hogy idén összesen 54 önkormányzati tanácsadót foglalkoztattak. Az internetes lapnak elküldött dokumentumot a főjegyző írta alá. Ebben pedig az is szerepel, hogy egy fővárosi tanácsadó havonta átlagosan bruttó több mint 636 ezer forintot keresett. Ez pedig éves szinten átlagosan bruttó több mint 7 millió 632 ezer forintot jelent. Így jön ki az, amint egy 400 millió forintos összeg, amelyet a főpolgármester hivata hivatal tanácsadókra költött idén. Pedig Karácsony Gergely az elmúlt időszakban folyamatosan pénzhiányra panaszkodott. Csak az a kérdés merül föl, hogy melyik évben megy csődben a fővárosi önkormányzat. Az origó arról is ír, hogy a mostani tanácsadói lista annak fényében is érdekes, hogy a tavalyi adatok szerint még az ideinél 13-mal kevesebb 41 tanácsadót alkalmazott a főpolgármester. Egy év alatt tehát több mint 30 kal nőtt a számuk. A lap azt is hozzáteszi, a fővárosi tanácsadóknak a fizetésükért cserébe még írásbeli beszámolót sem kellett készíteniük. Budapest vezetése saját magán kezdi el a spórolást, és megdöntünk olyan politikai tabukat, amelyeket 30 éve senki nem mert megdönteni. Karácsony Gergely főpolgármesterré választása után nem sokkal még arról beszélt, hogy visszafogják a költekezést. Közben a napokban derült ki, hogy egy kétmilliárdos milliárdos villában él 100 milliós autóval jár a fővárosi közműcégek vezetője Márta Imre. Erről a Metropol számolt be, miután a vállalat munkatársai több fotót küldtek a lap szerkesztőségének a cégvezető fényűző életmódjáról. Márta Imre nem cáfolta a cikkben leírtakat, de közölte, hogy jogi lépéseket tett az ügyben. Márta Imre fotói azért is kavartak nagyport most, mert hetek óta attól hangos a sajtó, hogy karácsony gergelyék több mint 500 munkavállalót bocsátottak el a fővárosi cégektől. A főpolgármester szerint azonban most többen dolgoznak ezeknél a cégeknél, mint két éve. A az elmúlt hónapokban pedig a városháza tervezett eladásának ügyében került ki több hangfelvétel, amelyeken több fővárosi ingatlan eladásáról és például egy úgynevezett jutalékos rendszerről is szó esett. Az ügyben több a baloldalhoz köthető üzleti szereplő mellett feltűnt Bajnai Gordon korábbi baloldali miniszterelnök is. A Városháza körüli gyanús ingatlan ügyletek miatt a rendőrség 14 feljelentés alapján nyomoz, egyebek mellett csalás, vesztegetés és hűtlen kezelés miatt. A király mesztelem, ugyanis ha karácsony mindenről tud, ami és ahogyan zajlik a városházán, akkor azért hibás, ha nem, akkor pedig azért. Ezt nyilatkozta a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetője a MediaWorks hírcentrumának. Lángzsolt hozzátette, a baloldali városvezetés a nyilvánosságot megkerülve, mindenfajta átláthatóságot mellőzve próbál döntéseket hozni a közvagyonról, és előbb egyeztettek oligarchákkal, mint a budapesti közvéleménnyel vagy a közgyűlési ellenzékükkel.